Elsősorban azt el kell mondanom neked, hogy ez az első téli majális, amit a diáknapok keretében szerveznek, és a KMDS szervez. Ugyanakkor, hogy mi folyik itt? Valójában egy biciklit építettünk, és felszkocsoztunk rá két sílécet, mert ugye az volt a kritériumunk, hogy tudjon menni télen is, nyáron is. Hát télen lecsatoljuk, hogy a sílécet úgy megy, és nyáron pedig ugye a bicikli formában. Kettő csapat jött ki ide a törökvágásba, hogy megméretkezzen különböző ügyességi és kreatív feladatban. Ha megnézzük a programot, akkor láthatjuk, hogy ezek a programok nagyrészt úgy vannak összealakítva, hogy tényleg az ügyességet és a kreativitást mérjék fel, és ne versenyezzenek egymással. Ezért nincs is a téli majálisnak úgymond nyertese, hanem mindegyik próbának a győztese, mondjam így, kap egy kicsi trófeát. Egy kicsit a játékokról lesz óriásparitja, lesz akadályverseny és különböző alternatív programok. Megcsináltam! Megkúsztam, átadta a lehetet. Hányadik alkalomra sikerült általában? Harmadik közt. Meglesem, hogy a másikok hogy csinálják. Vagy belé kell reszállni a híjat, vagy belé csepegteted a lávét. Egy perces krimit írod. És ebbe a versenyszámot ki fogtok nyerni? Megpróbálunk mindenképp. Nagyon-nagyon szeressük örvendünk, hogy a szervezők meg mit csinálták, ezt pedig nekünk összehozták. Nagyon jó. Sikerült a forró góltok? Nagyon finom. Volt titkos hozzávaló? Nem tudom, nem így húztam. Mit üzensz anyukádnak? Anyukádnak. Hogy nem fázok. A diákok mindig igényelnek, legalábbis a kolozsvári diákok mindig igényelnek valami plusz tevékenységet, amivel kicsit felpesdíthetik az egyetemista életet, hogy ne csak a tanulásról szóljon, és így a vakáció után és a szesszió előtt ez pont egy megfelelő időpont ahhoz, hogy egy ilyen lazább jellegű rendezvényen részt vegyenek, és kicsit kimozduljanak a könyv mellől.